Miklós 42 éve költözött ide, ebbe az alig 30 négyzetméteres vályogházba, még a nagyszüleivel. Azóta sok minden nem változott itt. Két dolog van, egyiket kéz alól vettük, másikat meg újonnan vettük, a többit, amit itt lát, a ruhától kezdve a külsőtől, mindent úgy kapunk. Nem az emlékek miatt tartanak meg bizonyos dolgokat, hanem egész egyszerűen azért, mert nem telik újra. Az a szekrény, amin a tévé van, meg a mellette lévő ajnemtartó, az még ő neki a köröztanyjáé volt. 6 gyerek lakik itt a szülőkkel, a 7. néhány hét múlva érkezik. Vagyis a gyerekek anyja már nem tud dolgozni. Miklós közmunkát végez a településen. Szegény embernek két lehetősége van, vagy eteti a gyerekeit, vagy a házára fordítja. Hát most mi azért választottuk azt, hogy inkább etetjük a gyerekeket, mert ugye gyerekeknek nem mutatom azt, hogy most nincs mit enni. Egy több mint 20 éves kályha adja az egész háznak a meleget. Az áramot kikötötték, mivel nem tudták fizetni. Most a szomszédtól kapják. Van, akinek sok pénze van, de vannak olyan betegségek a gazdagoknál is, mint ami nálunk itt nincs meg. Nálunk itt mindenki egészséges, senkivel nincs semmi gond. Mi anyagilag vagyunk szegények. Az ágyakban fejtől lábtól alszanak a gyerekek. Nagyon nem kellene olyanok, hogy most ilyen 8-sebességes bicikli, 8-sebességes bicikli. Lábam is ugyanúgy elvisz, mint a bicikli. Nem azt mondom, jó lenne, de hát ha nem lehet, akkor nem lehet. A szegénységet pedig és a nélkülözést nem csak otthon nehéz megélni. Ha valakinek nincs, az általában meglátszik. Volt olyan, hogy ezzel cigiztek, hogy csöves vagyok, meg hogy nem épp divatos ruhába mentem. Verekedtem az ilyen beszólások miatt sokat. A szegény gyorsabban válik felnőtté. Már kamaszkorban szembesül a nem rászabott gondokkal. A nincs nem az ő világuk. A gyerekek megesznek mindent, szeretnek mindent, nem válogatnak. Halom tényleg mindent. Köszönt kompli. Vagyis azt, ami jót. A hétvége azonban egész pontosan a vasárnap más. Akkor együtt teszik a család. Ünnepi ebédet. Hetente egyszer kerül hús az asztalra nekik. A férjem mikor mit vesz, mert ha a disznóhúst vesz, akkor meg szoktuk nekik főzni húsos káposztának. Miklós azt mondja, ő tudja, hová tartozik. Mindig is itt élt, és innen valószínűleg nem is fog tudni kiszakadni. Nem mondhatnám, hogy gazdagok vagyunk. Igen, az alsó 10 000-ben vagyunk. Szegények vagyunk, igen. Rajtuk és ezernyi sorstársukon segít a gyermekétkeztetési alapítvány.